A riportalanyunk ez év január 14-én az M0-ás autópályán frontálisan ütközött önhibáján kívül egy vele szembe jövő fiatalember által vezetett gépkocsival, ami már az ütközés előtt megpördült az úton. 5 hétig eszméletlen voltam intenzív osztályon, teljesen öntudatlan állapotban voltam, különböző gépek tartottak életbe, hát ott a határon voltam körülbelül. A 6. héten tértem magamhoz, és onnantól gyakorlatilag ez egy pillanatnak tűnt az egész. Pont a feleségemet vettem észre, amikor magamhoz tértem, és megkérdeztem, hogy ki vezette az autót. Tehát gyakorlatilag ez az 5 hét, ez egy pillanatnak tűnt a számomra. Jól tudom, akkor megszűntek életfunkciói is. Igen, sokáig, hetekig géppel lélegeztettek, szívemmel problémám volt, a vesém leállt. Ami egy intenzív osztályon előfordulhat, általában velem megtörtént. Gyakorlatilag az egész bal oldalam összetört. A bal lábam 17 helyen tört össze, ami egy orvosi bravúr volt, hogy most a saját lábam van még. Az összes bal oldali bordám, bal kezem és a koponyám sérült. Hát erre én a 6. héten jöttem rá, és akkor azóta kezdtem gondolkodni, hogy egy kicsit meg fog változni az én életformám a baleset óta, illetve a baleset miatt.